Na, folytatjuk kalandjaink az Uncertainben. Megérkeztünk egy erdőbe, ahol meg kell keresnünk a labort. Hát ott van egy roncs. Erdőben vagyunk. Itt van valaki. I think this human has been lying here for many years. I wonder what happened to him. Maybe it is worth searching him. Jó, akkor átkutatjuk. He only had a plastic keycard. Maybe I can get into the laboratory with it. Van egy belépőkártyánk, és ott van a... Van egy terminál, a nyitó terminál. Access panel. What does it open? There are no doors here. Ha! Csak hiszed? Megpróbáljuk a kártyát. The key card fits the slot, but nothing happens. Evidently, the panel is no longer powered. I need to ask Nick for help. Hoppá, nincs áram. Akkor ez. Szólunk Nicknek, hát ha tud valamit csinálni. Hello, Nick. I seem to have found the entrance. I have a key card, but the access panel is disabled, so I cannot come in. The lab has probably been de-energized after the shutdown, but there must be a way to activate the panel manually. There is a detector in your intercom which allows you to find energy hubs. Just turn it on. Try to determine where the electric channels go, and that is how you can find a way to restore the power supply. Let me try. Yes, you are correct. I can see an energy channel going underground. Thank you for the information. Nos. Tehát a... földalatti kábeleket tudjuk észlelni. Itt a... ember, ez a kamera, ez kikészít. Lehet látni a... most hol van? Ott a piros vonal, ott egy picit lehet látni a fűben, hát igen, jó kell figyelni. És a piros vonalat kell követni, az a lényeg. Itt most van egy elágazás, mert több helyen kell aktiválnunk az áramot, úgyhogy most egyelőre elmegyek erre. Csak követni kell a piros vonalat, ennyi az egész. Erre. Arra. Arra. És itt az egyik terminál. I need to check the branches of the energy channel. Így van, a többit is aktiválnunk kell. Tehát nagyjából tudjuk, hogy hol volt az elágazás. Az valahol, valahol itt. Igen. Azt mondja, erre megy. Aha, itt is elágazik. Jó, akkor egyelőre erre megyünk. És a harmadikat majd a végén erre. Erre. Itt van. Bam! Üsd, üsd! Orosz módszer, mindig segít. Hol volt a másik elágazás? Valahol erre. Itt! És itt a harmadik.
Ezt most nem püföli. De áram alá helyeztük a panelt, helyes. The access panel is active now. Így van. Reméljük, hogy a kártyát is elfogadja. Na, igen, futás közben a irányítás az nem mindig veszi be az irányokat, az a baj. És most húz le a kártyát. Tada! Szezant árulj! Igen. Na, bejutottunk a laborba. Emergency lighting. Apparently nobody has entered this lab for years. De most mi már igen. Ezzel a panellal igazából csak annyit tudunk csinálni, hogy ezt így becsukjuk. Tehát elvileg ez most becsukja. Access granted. Így van. Access granted. Van ott még ilyen cucc. This is a very useful device. It produces electricity from water. Aha. If there are other useful items in the laboratory, then it is a really great place for a group of humans to live here. Vagyis egy mini vízerőmű. Vízből állít elő áramot. Mint a vízerőművek. Az ott. Security room. The computer that has access to the complex's security system is probably behind the glass. Shatterproof glass. I will not be able to break it. Besides, I have not tried yet to enter in the usual manner. Ugyan már, minek a hagyományos út? Laboratory equipment. Its purpose is unknown to me. Itt van még egy panel. Ezeknél a paneleknél a zöld... A zöld kezet hiába használjuk, mert úgy se engedne be, akkor csak access denied-ot kapunk. Tehát mindenképp a kártyát kell használni. Looks like the door is stuck. Better not touch it anymore. Remek, elrontottad a belépési lipet. No. Próbáljuk meg kinyitni ezt. Nem is tudom, itt hogy volt. Power is not supplied. Oh. Check if the generators are working. Elnézd a generátorokat. Vissza kell állítani a teljes áramellátást, és az se fog működni, és az sem. Amíg vissza nem kapcsoljuk az áramot. Vagyis, csak arra tudunk menni. Ez meg egyébként ez egy ételosztó, vagy micsoda? Igen. Élelmiszer elosztó. De szerintem ez sem működik. These rations are useless to me. Oh. But perhaps I would find some use for it in the future. Számunkra hasztalan, igen. Error encountered during boot up sequence of the air filtration system. Ne arra menj, erre menj. Így. Access granted. Hát ez az ennek az ajtónak itt úgyis annyi. Na most jó. Aha, csak nem húztuk le a kártyát, azért mondta, hogy hiba lépett fel. Ugye nem adták meg a jogosultságot. De most már az már megvan. Igen. Ja.
És egyébként innentől most már itt szabadon járhatunk. Itt van egy ilyen cucc. A module for implant upgrades. It is suitable for humans only. Hoppá, hoppá. Ugye? Ismerős, hm? Deus Ex Human Revolution? Egy kis utalás rá, hm? I would like to search everything here, but there is no time now. I'd better do it after we transfer the humans. Jó, jó, jó. Akkor nyisd ki nekem azt ott. Access granted. Access granted. Erre. Először... Itt a generátor szoba. Vissza kell kapcsolni először az áramot. Judging by the size of the generators, the research in this complex required huge amounts of energy. Ja, jó nagy dízelgenerátorok. Generator control console. Na, akkor indítsuk el. Na igen, itt a következő puzzle feladvány. Ennek az a lényege, hogy ezt a sárga vonalat innen, a sárga vonalat eljutassuk ebbe a négyzetbe. Csak hogy ez azért nem könnyű, mert nem mindegyiket lehet akárhogy forgatni. Például minden négyzetnél megvan, korlátozottan lehet őket csak forgatni. És nem lehet tetszőleges ilyen vonalat használni, úgyhogy például így bár így első lehet, hogy kicsit egyszerűnek tűnik, de az első végigjátszásom során rengeteget eltököltem ezzel. Várjunk csak, mi van, ha nem, arra nincs, akkor aha, itt csak ez van. Ez az! Sikerült! Power supply is restored. Initiating boot up of the laboratory systems. Ventilation system is non-responsive. Water supply system is non-responsive. Senior engineer must access the main console for troubleshooting. Akkor most már csak a ventilációs rendszert és a vízellátó rendszert kell helyreállítanunk, illetve a biztonsági rendszert kiiktatnunk. Na, menjünk be oda. Itt vannak az automata törletek. These turrets are active. I need to avoid their field of view, or they will destroy me. Igen, ez azt jelenti, hogy menj keresztül, igen, ezen a szobán, úgyhogy ne daráljanak le az ágyuk. Tök jó. Igen, csak ilyen végtelenül lomha mozgással ez felér egy öngyilkossággal. Menj már, oda te szerencsé, jaj! Jó. Itt van bent egy... Access granted. Egy ilyen nagy dög. Amit nem tudok elindítani. Security robot. Apparently it is not functional. Maybe I can use it as cover. Igen, csak előbb ezt be kell üzemeljük, ahhoz pedig szükségünk van egy alkatrészre. Ha simán oda kimennék, automata törletek szarrá darálnának, úgyhogy ezt most inkább nem kockáztatom meg. Inkább elmegyek az alkatrészére, ami kell ahhoz a nagy láztalpas robothoz.
Várjunk csak! Most már ide is be tudunk menni. Már nem tudom, hogy hol mi van. Mert hol a ventilációs rendszer és a vízellátó rendszer. Nem tudom, melyik ajtó mögött melyik van. Itt. Emergency protocol is activated. Security system console is locked. To unlock, please enter the password or activate the console from the mainframe computer of the complex. Access denied. Kell egy jelszó. És oda is kell egy jelszó. LCD panel of a very old model without intercom functionality. It can only receive signals. Yesterday there was another accident with toxins in the laboratory chamber. Another one. This is the third case this month already. Your staff ignores safety instructions. Have a safety briefing. Find the culprits and do something. Otherwise, we'll have to reduce our financing. Do you know how much it does cost to hospitalize the staff? In a week's time, I want your full and detailed report of all the measures you've implemented to stop this from happening again. Tűnt a csávó. Jó, erre már nincs is semmi. Erre abszolút nem tudunk csinálni semmit. Semmi hasznos nincs itt. Aj, gyere már, ki te szerencsétlen! Jó, elmegyünk a másik terembe. Itt most már tudjuk használni. It is not working. Nem. Remek. Csak. Access granted. Helyes. Cleaning in progress. Ott a ventilációs kontrollterem. Cleaning complete. Már rég kijöttem onnan. Ott van a levegőztető rendszer kikapcsolva. Na, hát akkor kapcsoljuk be. Error encountered during boot up sequence of the air filtration system. Miért? Hanem a... Ventilation system. Hiba? Mi? Mi? Error encountered during boot up sequence of the air filtration system. A semmi nem egyszerű. Jó, akkor... nézzünk ide is. Apparently, this place was abandoned in a hurry. There are only items made from textiles here. They are useless to me. Jó. Itt a következő utalás egy játékra. Tudom, hogy Elix megtiltotta, hogy ígyunk munka közben, de majd nem mondjuk el neki. És kérlek végre, vidd el a feszítővasadat, mindenhol azt látom. Ismét egy Half-Life-os utalás. Ott a feszítővas. És ugye Elix. Gordon társa. Itt van még egy cetli.
Hé, Ron, töltsd már fel a tabletedet az Isten szerelmére. Érkezett egy új alkatrész a biztonsági robothoz. A szívben hagytam az ellenőrzőpontnál. Ez a rakás vas többször romlik el, mint ha egyszer elindul. Amúgy a szekus srácok megint megváltoztatták a kódot 0451. Eszedbe se jusson elveszíteni ezt a jegyzetet, vagy mindkettőnket kirúgnak, Carl. 0451. 0451. Ez talán jó lesz ahhoz a szekrényhez. Vagy nem, hát ez a izékódja, a... Nem, security... vezérlőnek. Biztonsági vezérlőteremé, nem? Jézus Mária, az irányítás, hát ez egy totális katasztrófa. Ami itt volt. De sokszor addig nem veszi be a irányokat a billentyűre, amíg meg nem állsz teljesen. Ez totális katasztrófa tényleg. Most nem tudom, hogy ide kell lesz? Szerintem nem. Emergency protocol is activated. Adja meg a jelszót, jó? Akkor nem ide kell, hanem a szekrényhez. 0451. 0451. Ez az. A spare part for security bot. With this part, I can turn it on. Aha, most be tudjuk kapcsolni azt a nagy lánctalpas őrrobotot. És mögé tudunk bújni, hogy a törötek ne szedjenek szét minket. Látni a zöld fényt a padlón, hogy meddig ér el a hatáskörük. Nem? Mondom, na itt látszik, hogy mennyire borzalmas itt a kamerakezelés. Ugye ott van benne, simán tudnám használni, de a kamera olyan nagyon rossz szögben van, egyszerűen nincs esélyem rá. Egy kicsit úgy kell helyezkedjek, hogy a kamera megfelelő helyzetbe kerüljen. Ez katasztrófa. Na. Hoppá! Tiszta terminátoros, nem? Oda nézzetek! Használd azokat a minigunokat, gyerünk! Ó, a jó Isten áldjon meg! Hát ez nem sokáig élt! Ilyen egy... Nem. Így. Fordulj el. Na. Jó van, kikerültük őket. Helyes. This 3D scanner can identify the shape of an object and create a 3D voxel model. Mm-hmm. Is it me? Commercial scale 3D printer. It allows us to print parts of any complexity from a super strong polymer. Using it, we can produce any spare parts. It will definitely be of use to us. Elég nagy ez a terem, de úgy csak a kamera akkor mozog hátrafelé, hogyha mi is mozgunk, tehát... Judging by the number of workstations, a large group of scientists were engaged in scientific research in this laboratory. Itt is látszik a mérete. Na! A
Használjuk ezt a fő terminált. Employee identification is confirmed. Security system console is unlocked. Who are you? I am Ivy, Interactive Virtual Interface. I connect the staff with lab systems, as well as take care of the research process safety. Kapcsol ki a biztonsági rendszert. Disable the security system. I am sorry, you are not authorized for this request. Use the nearest security terminal. Kösz. A semmit. Mi a kutatás célja? What kind of research has been conducted in this lab? I am sorry, you are not authorized to access this information. Hát, miféle főterminál vagy te? Te jó Isten. What do you know about humans? A human is a reasoning and speaking living being, able to create tools and apply them for purposes of social labor. I am aware of this information. Cassie. What can you tell me about the agenda of the USS? I am sorry. I can only operate within a narrow range of answers. Ask questions correctly. Jesusom. It looks like it is not only her answers that are narrow. Why did humans leave the lab? Due to a leak of a poisonous toxin, SCR-CRW, all the personnel was immediately evacuated. The lab is not safe for humans until I find a way to reboot air ventilation and disable the turrets. Hát ez kész. Ezt a valós életben is lehetne alkalmazni, hogy hogyha valaki valami hülyeséget kérdez, vagy olyan dolgot, amire nem akarsz válaszolni, akkor most nem a megfelelő kérdést tettet fel, nem tudok válaszolni. Hát ez csúcs. Még egy tablet. Lehet van rajta, ez is egy audiolog. When is the food distributor gonna be fixed? Is Para liquid good instead of chocolate bar again? I'm tired of going through the entire lab just to get a decent chalk bar. I mean, we only have a 15-minute break. Bioscanners. Great. We will be able to scan and treat the sick here. No signal. Although this place has been abandoned for many years, the equipment is intact and functional. Why did nobody come back to collect it? Nem tudom ez mire jó, ezt itt tudjuk mozgatni fel és le, de igazából nem sok haszna van. There are various vials and flasks, but all the fridges are empty. What were they researching here? A hatástalanítsd a védelmi rendszert. Jó, akkor vissza kell menjünk a vezérlő terminálhoz, és most már talán engedni fogja. Egyébként most jutott eszembe, hogy még korábban, a játék korábbi részén kihagytam egy referenciát, egy utalást. Nem így kéne. Hú. Most majdnem szétlődtek. Aha, most vissza kéne jutnia. Ne. Nem, békén hagyni. A
korábbi részén volt egy utalás a Vissza a jövőbe című filmre, de azt teljesen elfelejtettem. Aj! Igen, ugye kamerától is függ, hogy éppen a VHD közül melyiket kell éppen nyomogatni, és a kamerakezelés az azért totális katasztrófa. Na most, kit kapcsolod? Na végre, köszi! The turrets are not a threat to us anymore. Na, most már nem fognak szétdarálni minket. Oké, és akkor indítsd újra a szellőző rendszert. Na, most már azt is újra tudjuk indítani. Az előbb az sem lehetett. Ugye valami hibát emlegetett. De a lényeg, hogy csak beszélni kellett a főterminállal. Ivy-val, ugye. És utána már szabad a pálya. Na, akkor indítsd el. A levegőztető rendszer bekapcsolva. Egy óra 12 perc. Must head off to the meeting point as soon as possible. És ugye itt végre nem úgy van, hogy bekapcsolod, és akkor azonnal tiszt az egész levegő, hanem ahogy írta is kell egy óra 12 perc, mire kitisztítja az egész komplexumot. Do not return to the hospital. I repeat, do not return to the hospital. We are urgently evacuating. Several police aero cars are approaching us right now. We managed to hijack a shuttle and Fletcher used it to pick up humans from the city depot. Go there and warn them. Somehow the police found out about our plans. I will contact you later. The message was sent half an hour ago. The police could have set a trap in the depot. I must reboot the engines to get there as soon as possible. Oh, we have steam machine. Ennyi lett volna a játék egyébként, sajnos megint triggereltem azt a hibát, amiben már egyszer belefutottam. A vége egyáltalán nem így nézett volna ki, valamiért... Ország Tiborra? Ő csinálta a lokalizációt. Tehát végén sajnos van egy hiba a játékban, ezt most jól láthattátok. A lényeg, hogy... Az utolsó cutscene, mert ez volt az utolsó cutscene, felgyorsítja a játék, valamiért ez a hiba mai napig nem lett javítva, és hát igen, itt is most láthatjátok, egyszer turbofokozatra kapcsol az utolsó cutscene, és hát most nem tudom, hogyha megint visszatöltöm, akkor szerintem megint, aha, látjátok? Tehát ez ilyen hibás. Sajnos. Ezt csak úgy lehet orvosolni, hogyha az ember újraindítja az egész játékot, de ezt most nem akarom megtenni. Lényeg, hogy ez volt a vége. Láthatatok egy kis apró sneak peeket a
Várj most. Várjatok csak. Lehet, hogy meg tudom mutatni mégiscsak normális tempóval. Várjatok. Na megpróbáljuk még egyszer, hát ha most jó lesz. Talán most nem triggerelem a hibát. Remélem, nem biztos. Hogyha igen, akkor így jártunk. És akkor ez volt az immár normális, rendes befejezés. Mármint a nem bugos verzió. The Uncertain Episode 1, The Last Quiet Day. Ez lett volna a játék, ennyi volt. Remélem tetszett nektek, és most már normális tempóban láthatjuk a stáblistát. Nem turbó módban. Szerintem ez egy igen egyedi kalandjáték, ugye láthattátok, hogy ötvözi a point and click-et más műfajokkal. Van egy egész kevéske belső nézetes sequence feladvány. Szerintem egyébként abból nagyon kevés volt, én örültem volna, hogyha sokkal-sokkal több belső nézetes feladvány van, mint például ugye volt az elején az a mikor kábeleket kellett csatlakoztatni a robotra, vagy éppen plazmavágóval felvágni az űrsikló ajtaját, oldalát. Ilyeneknek még én örültem volna, hogyha sokkal több van a játékban, de sajnos csak ennyit kaptunk. Fontos info, a játékot eredetileg 3 epizódosra tervezte a csapat. Ez volt az első epizód, ami 2016. szeptember 22-én jelent meg. A második epizódot az eredeti tervek szerint az első epizód után 3-4 hónappal később jelentették volna meg, de sajnos a mai napig nem jött ki az epizód 2, ugye itt sajnos itt a Valve-t másolják, és láthatjuk Ország Tibor és Fülöp Gábor, valamint Krisztinus Gergő fel van sorolva Tailhunters fordító csapat. Köszönet nekik a magyar lokalizációért, nagyon szépen köszönjük. Szerintem tök jó lett, egy-két leírás van, de az lényegtelen apróság. Tökéletesen érthető volt a sztori, úgyhogy még egyszer köszönet érte. Na tehát egy kicsit lehet, hogy sokaknak talán kicsit rövid, valóban egy kicsit rövid játék, 3-4 óra alatt végig lehet vinni. Viszont én élveztem. Szerintem nyugodtan lehet rá mondani, túlzás nélkül tényleg egyedi. Szerintem a maga soundtrackje is tök jó. A zenék. Nekem azok is nagyon tetszettek. Látványra sem utolsó, tehát Unity motor azért elég jól, elég szép látvány. Tehát igaz, hogy optimalizálás az még bőven kellett volna, főleg a külső területeknél, ahol instabil a képkockasebesség. Továbbá az irányítással bizony problémák vannak, azt szerintem még tovább kellett volna csiszolni, és remélem, hogy a második epizódra ez javulni fog. Ja igen, ha már második epizód, visszatérve arra. Ugye az eredeti tervek szerint valamikor olyan
novembernek is, vagy december környéken jött volna ki az LP2, de mai napig nem jelent meg, viszont még fejlesztés alatt van, tehát a fejlesztők a mai napig meg tudták erősíteni, illetve ígérik, hogy még dolgoznak rajta, tehát nincs elfelejtve, nem dobták ki a kukába úgy, mint a Valve az epizód 3-at, ugye? Tehát még fejlesztés alatt van az LP2, és remélhetőleg, én nagyon bizakodom benne, hogy talán még ezen a nyáron, de legkésőbb remélem ősszel kijön. És az epizód 3-mal mi lesz, hát... Isten tudja, tehát ott lehet, hogy pont az fog megtörténni, mint a Valve-nál a Half-Life 2-vel. Nagyon remélem, hogy nem. Szerintem a játékos társadalom nem szeretne még egy HL2 epizód 3-at. Nem tudom, olyan jelenséget. Úgyhogy én nagyon-nagyon várom az epizód 2-t, nagyon kíváncsi vagyok rá, úgyhogy főleg ugye itt a végén láthattuk a sneak peekből, hogy én arra tippelek ebből a mini előzetesből, hogy embereket is tudunk majd talán irányítani, sőt belső nézetből is láthattunk egy kicsit ilyen Mirror's Edge-szerű ilyen futást, ugye parkourt, és én arra számítok, hogy lehet, hogy az lesz benne. De ha az lesz benne, akkor nagyon reménykedem benne, hogy azt normálisan csinálják meg, hogy jó lesz az irányítás, illetve a robotok irányítását, tehát az a point and click irányítást is alaposan át kéne gyúrni, feljavítani, mert jelenlegi formájában nem túl jó. No, igazából ennyi lett volna, amit el szerettem volna mondani. Ja igen, ami a utalást illetve Vissza jövőbe című filmre, azt nem fogom most lelőni a poén, nem mondom, hogy milyen utalás van benne. Aki kíváncsi rá, az próbálja ki a játékot. Egyébként, ha már kipróbálásról van szó, a játékhoz van hivatalos demo a Steamen. Ahhoz is van magyar felirat, tehát bárki ingyen, bármikor kipróbálhatja. Én biztatnálak erre titeket, szerintem elég jó játék lett. És egy akciózás keretén belül szerintem érdemes elgondolkodni a megvételén. Szerintem jó játék, és mindenkinek bátran ajánlom. Egy egyedi kalandjáték, egy érdekes világban, és szerintem tök érdekes sztoria is van. Na ennyi lett volna tehát The Uncertain, el is búcsúzom. Köszönöm szépen, hogyha végignézted, remélem tetszett, ha igen, nyomj egy lájkot, és majd egyszer találkozunk egy másik játékban. Legyetek jók, sziasztok!